Na most én nem félek ettől a Beatrice kérdést, hogy miért kell mellé beszélni. Mi igenis védjük a kormány kultúrpolitikáját, mint egyik eszközét az ország konszolidált viszonyainak. Nem óhajtunk balhét, nem óhajtunk nagy társadalmi konfliktusokat, mert féltjük az országot. Én a Beatrice-t ma sem adnám ki, függetlenül a politikai konjunktúrától. Függetlenül attól, hogy mi divat a tömegkommunikációban és úgy a felületes megközelítésben, a közvéleményben. Engem nem ért meglepetésként, tehát én úgy gondolom, hogy Erdős Péternek az egyik legnagyobb szakértője vagyok. Végre most akkor elmondhatom róla, bár nem illene a halála után mondani, ő benne semmiféle tolerancia nem volt másokkal szemben. Ő meggyőződésesen tudta, amit tudott, és azt hitte, hogy az a legjobb világok világa lehet, amit ő kitalált. Ezeknek Johnny Bigút, bazdmeg, hagyjál már! Tudod, mi kell ezeknek, bazdmeg? Korda György, bazdmeg, az kell nekik! Annyi, semmi, hülyeség, bazdmeg! Hát semmi, a faszom tele van velük, és a kamera föl se veszi, amikor mondom az igazat. Semmi. De jó, de utoljára vagyunk. Megyünk a heti hetesbe, bazdmeg. Gyere már vissza, geci! Gyere, várlak, itt vagyok, gyere, szia, szia! Nem, gyereket az baszki az út szélére, ott ahol van. Nem jó a társaság, bazdmeg, nem tudom. Ott ülnek, bazdmeg, igyál már a kurva anyád. Én bedugok. És akkor mi van?